Mi olyan vicces a karácsonyban? És persze vannak jó családok, meg kevésbé jó családok. Vannak családok, ahol a kirakatban minden rendben, aztán hátul omladozik az egész. De vannak pillanatok, amikor egészen egyértelműen kiderül, hogy ez egy jó család, vagy egy rossz család. Ilyen például a karácsony. Ugye a karácsony, amit szokás hívni a szeretet ünnepének is. Akinek van felesége meg, pici gyerekei, azt tudja, hogy ez így nem egészen pontos. A karácsony az nem a szeretet ünnepe, az a család ünnepe. Szenteste a családoddal vagy. Nem pedig azokkal, akiket szeretsz. Jó, <laughs> ez így erős nyilván, ez a poén része, de nézzük meg férfi szemmel, hogy mi a család. Férfi szemmel a család az az anyának és a gyerekeknek egy olyan meghitt szeretet buboréka, ami körül apa téblából. Úgyhogy ott vagy, hogyha kell lesz, meg hazadod a lóvét, meg te vezetsz Balatonra, de te úgy, ott úgy... Úgy igazából soha. És ahonnan az egész karácsony indul már, a Szent Családnál is pontosan ez volt a helyzet. A szüzanya megszülte Isten fiát, a kis Jézust, és Szent Józsefhez igazából egyiknek se volt semmi köze. És neki el kellett fogadni a tényt, hogy a felesége attól lett terhes, hogy egy angyal járt nála. Hozzáteszem, Gábriel Arkanyaltól nem volt túl tökös dolog Máriához menni. Ott könnyű egy ilyen hírrel népszerűnek lenni. Üdvözl, Mária! Szervusz, angyal! Fiút fogsz szülni, akinek az úr az atya, és ő lesz a megváltó. De hisz ez csodálatos, ugye? A férjednek majd mondelte! <coughs> és aztán jönnek a három királyok, meg a pásztorok a betlehemi istálóba. Ők is a szűzanyához jönnek, és a kis Jézushoz. Egyik se Szent Józsefhez aki csak ott biodíszletként áldogáltotta az állatok között, vagy, vagy, vagy hátul cigizett az istálló mögött. Szerintem őt ennyivel elintézték, hogy jaj, de édes, a pici anyuka is jól van. Hoztunk ajándékot. <laughs> Angyal, mi? És gondolj bele, így tolta végig az egész életét, hitte meg erővel nekem, ő az én személyes hősöm, és mi férfiak azóta is ilyen Szent Józsefekként keressük a helyünket a saját pici kis megváltóink körül, különösen karácsonykor. Nekem apám jó. És tudom, hogy nem vagyok azzal egyedül a teremben, hogy több olyan karácsony is volt életemben, ha épp nem az összes. Amikor apám már délután segrészegen ült a fotelban. És ez nekem annyira fájt, hogy miért csinálja ezt velünk még ilyenkor is? Miért nem bír ki legalább egy napot? Miért nem kaphatjuk meg legalább ilyenkor őt? Miért megint ezt a bódult valamit kerülgetjük helyette? Miért nekem kell elvégeznem azokat a feladatokat, amiket máshora felnőttek csinálnak? Annyira méltatlanak érezhetem, és annyira fájdalmasnak. De most hogy van három gyerekem? Én lehet, hogy idén kipróbálom. Képzett fények, illatok, zene is. Én már meg vagyok, gyerekek. Apának már jött az angyal, én már. Gönci Dorka, a stúdióban is, Kovács András Péter. Azért gyűltünk ma össze, hogy az ünnepekről beszélgessünk. Jó részt ennek a stand a kapcsán, vagy mentén. Megint nem arról van szó, kedves hallgatók, és nézzük, ezt a dorkát is na, hagyom szóhoz jutni, hogy minden család olyan, hogy apa igen, mert hogy milyen szomorú, hogy te így éled meg a családodat, az elég nagy baj, és akkor milyen, az ilyen embernek minek család? Helyettetek kommentelek most így előre. E, inkább akkor hagyd ott őket. de hogy nekem az volt a személyes megélésem, nyilván gyerekként, hogy ahogy az említett stand is vázoltak voltak a körülmények, hogy igyekeztem a saját családomban még nem plusz gondokat okozni azon felül, ami amúgy is adott, és szinte észrevétlenül létezni, és sajnos azok, akik így nőnek föl, később a saját családjukban is, amikor már ők válnak apává vagy anyává, ott is igyekeznek észrevétlenek lenni, aminek az lesz a következménye, hogy igazából nincsenek jelen. Mint ahogy ebben a stand is felvázoltam az apát, meg, 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 Szent Józsefet. Azóta nyilván sok minden változott, nyilván ez egy szimpadi anyag, nyilván én is megtaláltam a helyemet, meg az örömömet a, 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 kis lurkók között, meg nyilván már ők is nagyobbak, és nem csak arról van szó, hogy anya fizikai ég ellátja őket, apa meg ott tehetetlen, hanem most már tudok szellemi nedűt is csepegtetni nekik. <laughs> igen. Én. És ebben a karácsonyi időszakban meg kifejezetten jó, hogyha ha a partnere az ember családtagja annak Igen. a készülődésnek, ami van. De tény, hogy ilyenkor tényleg felnagyul minden család. Tehát, hogy ilyenkor minden család a saját maga karikatúrája lesz. Abszolút. Mint ahogy öregen is az ember a fiatalkori karikatúrája lesz. Ha cuki volt, akkor öregen is még cukibb lesz, ha, ha kiállhatatlan, akkor öregen még kiállhatatlanabb, és a családdal ugyanezt történik meg karácsonykor. Igen. Hát tényleg a család ünnepén. Igen. Amikor mindenkit vágyunk magunk köré, csak a családtagokat nem, mert a gyerekeket le kell passzolni, amíg megcsináljuk mi, mondjuk feleségek vagy, vagy nők a, a, a menüt, mert lábalat vannak, de közben a férj is, vagy a férfi is lábalat van. Óhatatlan, hatalmas balhék és feszültségek vannak, pont akkor, amikor az elcsendesedés lenne a cél, a béke, a nyugalom, és sorolhatnám a szinte csontál erágott közhelyeket. De hogy, hogy ez az időszak, egyébként nagyon érdekes, ez az időszak az egyik időszak az évben, ami után megszaporodnak a vállások, a másik időszak pedig bár nem szeretnék ilyen negatív lenni, de a másik időszak az a nyári szünet utáni ö, ö, etap, és mind a két időszak az, amikor össze van zárva a család minden tagja, mindenki kiveszi a szabadságát, mindenki végre beleülne a békébe, a nyugalomba, és jaj, de jó, kapcsolgathatom a tévét, és nézhetem a csatornákat, és váltogatok, és közben eszem, zabálok, és, és nem kell csinálni semmit, és pont ebben az időszakban az összezártság miatt robban a bomba, és leszünk elviselhetetlenek a másik számára, úgyhogy én csak azt tudom mondani mediátorként, hogy ez a két hub, én már hubnak hívom, csak mint a repülőtereken a, a csúcs időszak, Aha. amikor bejönnek a, a vállási igények, és, és akkor kiderül, hogy nem viselik el egymást. De igen, de ezt is ezt pont a, az anyósülésben pedzegettem, hogy én a, a, a karantént tök jól bírtam, mert ott csak sima hétköznapokat kellett teljesíteni, egyiket a másik után, szépen ugyanazok a feladatok, és úgy össze voltunk zárva, de így volt kihívás, amit együtt megoldottunk. De karácsonykor ugyanúgy össze vagyunk zárva, viszont mindennek szupernak kell lennie. <laughs> és egy nyaraláson is gondolom ugyanez a helyzet, hogy ha ja, most gyerekek elmegyünk együtt hurgadára, <laughs> és akkor majd ott. <laughs> mennyire jobb lesz minden, mint a volt. És igen, 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 hogy ugyanúgy össze vagyunk zárva, de mindennek szupernak kell lennie. Ez egy ilyen pluszkényszer minden egyes családtagon, hogy az egyiken azért, hogy tényleg szuper legyen, a másikon azért, hogy ne szóljon még ha, ha, nem olyan szuper. A a, a, a nő szerint lábalat van a férfi? Egyen. Ez nekem új most, amit mondtál, hogy lábalat van a, a férfi. Hát ö, miközben osztogatnánk nektek a feladatokat a szokásos... Farag be a talpata. Talpa, hát én azt a tudom, a fát, férfiként, de igen, hogy nekem köz... hirtelen miért kell uh, diótölteléket kevergetni? Hát, hát de igen, tehát hogy, hogy szerintem. Hát élemp... hogy, hogy jutott oda a kapcsolatunk? <laughs> hogy, hogy időnyomás, kényszer alatt kevergetem. Hát azt én. Igen, ez egy, ez egy izgalmas téma. Minden a sürgetés. Tehát, minden, tehát ez oly, néha úgy érzi az ember magát, én magamról mondhatom, hogy szerencsére nincs bennem a karácsonyi stressz. Olyannyira, hogy én minden évben összerögünk Zsolta, hogy azt a műkarácsonyfát, amit földíszítünk, gyakorlatilag most már nem összecsukva kéne körbe fóliázni, fölvinni a padlásra és lehozni következő évben, tökre mindegy egyébként, már nem ezen fog múlni nyilván a karácsony, de akinek más miatt fontos a karácsony, ott az, az időprése az nagyjából olyan, mint, mint az a kávé készítő szerkezet. Mikor beleszorod a kávét egy ilyen uh -huh. üstbe, és rányomod, és úgy szinte látni, ahogy a családtagokra nyomod rá azt a, azt a vízmennyiséget, amitől aztán előbb-utóbb úgy is ki fog fröccsenni a, a történet. És ebben a présben, ebben időzavarban is vagyunk Megfelelési kényszer zavarban is vagyunk. Iszonyat elvárásaink vannak, ráadásul magunknak állítunk föl egy csomó olyan elképzelést, aminek aztán nem tudunk megfelelni. És erre példa, az a bizonyos én már évek óta elhagytam, de tudom, hogy nagyon sok embernek ez fontos, hogy legyen egy bevásárló listája, hogy kinek mit vesz. És mi van akkor, ha nem vesz ajándékot, mi van akkor, ha rosszat vesz, mi van akkor, ha olyan. Nem jön meg. Igen, ha nem érkezik meg. És ettől az egész szörnyűségnek, le, tehát szörnyű lesz a karácsony, egy, egy idegbeteg, tervezhetetlen valami, amiben a férfi előbb-utóbb láb alatt van, és előbb-utóbb csattan az a bizonyos magas C. Hát de én, meg, én ebbe férfiként idegileg bele is darálódom. Tehát, hogy mire uh, eljutunk... Uh, már nem csak a diód darálód, nem, de de az már az már igen, igen, tehát mire december 24-e lesz, addigra lesz egy olyan december, ami már elkezdődik novemberben, hogy sikerül-e azt a Lego adventi naptárat még, mert későn jutott az eszembe valahonnan, tök mindegy honnan megszerezni, tehát kezdjük onnan, akkor a Mikulásra ki mit kérde, nincs, 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 gyerekek, rosszak voltatok, nem jön a Mikulás, és akkor ugye mindez, hogy szerez be, meg van még préselve azzal, hogy de az évvégi ünnepség, a, az iskolai ünnepség, a külön angolon a gyerekek bemutatót Igen. tartanak, a, a gyereknek a órán a koncertje, a karácsonyi koncert, a hétvégi kosárlabda meccs, a cserkész, ott a buli, <laughs> Tehát, hogy még ezen kívül is van egy csomó minden sűrűsödik, de Igen. az egész két hetes tavasz téli tehát mintha nem lenne január. Annyi mindent kell megcsinálni, mintha nem lenne január. Igen. Hanem ott a 24 ével véget érne mindent. Tehát eleve úgy futsz neki Igen. ennek a pár napnak, amit otthon töltött. Miért nem lehetne az, hogy így aznap reggel szólnak, hogy így random lenne karácsony, így random. Igen. És azt mondanak, hogy január 7-én, gyerekek, holnap. Ha, puf. De, nem. Hát, hát de ez, ez megkönnyíteni nyilván az életünket, ugyanakkor meg ezt is azért hozom be, mert szerintem ez egy nagyon, nagyon érdekesen alakul talán az embereknek az, hogy milyen ajándékot vegyenek a másiknak, vagy a szeretteiknek, vagy a barátaiknak. Mert egy időben, ugye ezek ilyen, ilyen hiedelem mondat, rendszeri mondatok, mely szerint olyan ajándékot vegyél, aminek te is örülnél. Ebből már... Én szá... feleségem szá... <laughs> tehát, hogy megjelensz valami, Kapná nem Igen, tehát, hogy, hogy, hogy ez, ez most így így már kezd megdőlni ez az elképzelés. A másik meg, hogy, hogy itt jön be az a bizonyos szeretetnyelv, amit, amit Gary Chapman nagyon sokszor a könyveiben, is, és hát nagyon sokan beszélnek erről a szeretetnyelvről, ez, ez az ötféle szeretetnyelv, hogy vajon rá tudsz-e hangolódni arra, hogy ki minek örülne. És, és például az, hogy valakinek mindig az a vágya, hogy adjon valamit, tárgyat a másiknak, az nem, ro, nem, nem egy rossz dolog, de az ő abból fakad, hogy neki a szeretet nyelve az, hogy ő attól kap elismerést, hogy ad egy ajándékot valakinek, egyrészt jó ajándékot adni, másrészt meg kap egy visszaigazolást, hogy jó ajándékot kaptál, vagy adtam. És ezek a szeretet nyelvek ismerete, vagy a szeretetnyelv nyelv ismerete, hogy a családban kinek mi a fontos, az nagyban megkönnyíthet egyébként az ajándékozást, és, és a mi esetünkben esetleg például az az érdekes, hogy én gyerekkoromban végig ajándékokban éltem, és ajándékot is adtam. Ö, aztán, amikor megismerkedtem Zsoltal, náluk volt az a tök új, számomra új dolog, és mind a mai napig ezt követjük, hogy a felnőtteknél csak egy-egy tábla csokoládé. Uh -huh. Ez megy keresztbe. És akkor tudjuk, hogy... Ugyanaz a táblázat? Nem, 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 azért arra figyelünk, nem, tehát kicsomagoljuk és újra csomagoljuk, nem. De hogy, hogy, hogy ez annyira megkönnyítette a történetet. mindenki elmondta, hogy az csokoládét szereti, vagy a magyarósat, vagy a nem tudom, kerek csokoládét, stb. És ettől óhatatlan felszabadítottuk magunkat attól a, a megfelelésről, hogy milyen ajándékot kell venni másiknak. Hmm. Egyet tartottunk szem előtt, hogy amíg a gyerek kicsi volt, addig ő viszont, hát uh -huh. doszt. Tehát, hogy ő kapja meg azt, és akkor arról szólt a karácsony, hogy gyerek beült így a középre, és akkor mindenki elégedetten nézte, hogy éppen csomagol. az ő csomagol. És aztán aztán most, ahogy ugye ő megy bele a 18 utáni életszakaszba, már nála sem az a fontos, hogy konkrétan legyen valami tárgy. És akkor itt jön be az, ami nagyon sokat segíthet esetleg egy, egy családi életfeszültségén. Ez a bizonyos én idő az én idő, meg a közös idő, tehát az a, a tartalmasan együtt idő, és, és amikor párokkal dolgozunk, és volt olyan is, amikor le kellett írni ez egy középkorú pá házas pár volt, le kellett írni menetrendszerűen, hogy ők hogy szeretnék a következő karácsony, mert náluk mindig abból volt az egyik legnagyobb feszültség, de egészen aprólékosan megtervezve. És annyira jól sikerült nekik a következő karácsony, hogy mindent, ami az, az azt megelőző házassági időszakban, húsz évükben volt, azután egy pillanat alatt felülírodott és békés, nyugodt, és tényleg vastag grénszálos, zonkniban kakaót mm -hmm. szörcsörgető együtt mozizós történet lett. Az az egészből, tehát az biztos, hogy ezt a fajta őrületet, ezt, ezt nem tudom, miért csináljuk magunknak? Nem, nem tudom én sem. Nem tudom. És ez, ez, amit mondtál, az ajándékozás, ugye, hogy ott van benned, hogy Úristen. És, és az egy dolog, hogy a családtagoknak, de meddig terjednek ki a Hát abszolút. Tehát, hogy még a nagymama, igen, akkor még a. a, a a. Tehát, a, a a, hogy meddig, meddig terjeszted ezt a kört, plusz a kollégák. Jaj, 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 mert hát a... biztos, ők is vesznek majd nekem jaj. valamit, akkor ne álljak már ott, hogy ezért. De jaj, vajon mit szeret, jaj, megvan-e neki az a könyv, jaj, a, a, tehát hogy. borzasztó. De, de ez egy kialakult, ez egy hülyeség. De ha belegondolok, én azért dolgoztam multiban, és és ott is egy ilyen stresszfaktor volt, hogy kinek mennyit, mi fér bele az 5000 forintba. Mert 20 évvel ezelőtt 2000 forint volt, vagy mm. 3000 forint, ma már 5000 forintból tényleg semmit nem tudsz venni. Uh -huh. Viszont a készített ajándékok meg hát időhiányában nem tudnak elkészülni, és ilyenkor e, e, tapasztaltam azt, hogy akkor csak zabáljunk. <laughs> és akkor mindenki behozza. <laughs> mindenki boldog, igen. igen, behozzák a, a, az édességeket, a sós cuccokat, és akkor tényleg egy önfeled zabálás van, már nincs nagyon húzogatás, bár még volt olyan, azt emlékszem, hogy, hogy, hogy valaki azt találta ki az ismeretség hogy hogy egy hógömböt gyárt minden kollégának, és abban a hógömbben az adott kollégának volt a fotója benne. Oh. És, és tényleg nagyon jó, csak ki az, aki magának ugye, a saját maga fotójával a hógömböt oh, én. Én jó. <laughs> igen. Vagy igen, szóval hogy. Én, én, én. <laughs> de ettől függetlenül ez egy nagyon erős. Szerintem mintákat hozunk, uh -huh. és, és ráadásul meg akarunk felelni a szüleink karácsonyainak, amik még 30 évvel ezelőtt úgy zajlottak, ahogy mi más véletlenül soha nem fogjuk ezeket megélni. Igen. Nekünk egyébként a Duma Színházas céges karácsonyon tudod, mi szokott lenni? Ne. Eleve nagyon sokszor január végén van a céges karácsonyunk, Jaj, de bár, ugye decemberben fellépünk. <laughs> Csak mindig jön a meghívó januárban, februárban, vagy a Duma Színház céges karácsony. Okay. De sose érünk rá. És az volt, már tavaly is, meg idén is az lesz, hogy 5000 forint a, a limit, és tombola. Oh. Tehát, hogy mindenki ja, ja, ja. berakja a kis ajándékát, és nem tudod, hogy kinek fogod adni, mert majd ott, ott, kiderül, jó. ott majd kiderül. És én tavaly Ez egy van. üveg üvegkekte Morgenrumot vettem, ami 8000 forint, és hogy két decit leöntöttem belőle. Ah. <laughs> és Lánki mi a vidéki szervező kapott egy bontott üveg Captain Morgan voltat az forintért. Ez <laughs> nagyon jó. Ez szerintem ebből lehetne simán valami valamilyen, tehát hogy egy végig menne az országon ez a fajta, hogy Valamit veszel 5000ért, és tombol a ráadásul az emberek nagyon szeretnek játszani. Igen. Tehát ugye elképzelem az arcotokat, hogy ott ültök 30 40-en, és hmm. akkor azon megy a röhögés, hogy jó, akkor ez tényleg az, az ez megy meg, ki, 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 hogy ki, ki, ki milyen ízet nyomtat a párnára, milyen kínos arcképet nyomtat a párnára. Vagy a bőgrére, vagy azok. De mondjuk ez családban is be lehetne vezetni, nem? Igen. Igen, bár nem tudom, hogy kellene a mert mi is már úgy vagyunk a feleségemmel, hogy, hogy élmény. Élmény. A gyerekeknél hogy, hogy lehet be, belerakni az élményt a, a karácsonyba? Hiszen ugye mondjuk a kisgyerekek esetében. Hát nem tudod. Tehát kisgyerekeknél a tárgy. A tárgy. A tárgy. És ráadásul nekem a kisebbik fiam szörnyen impulzív. És ott azon karácsony, hogy mint <síns> egy <síns> <síns> veloci raptor. Úgy esik neki. Tehát Meg még a parkettát is a felszedi, hogy nincs -e alatta. a és egyszer beleszaladtam abba. Tehát drónt nem szabad venni, arra rájöttem, gyerekeknek ne vegyünk repülő kis eszközöket, mert nem elmegy, hanem mert három percig van a levegőben, és utána két órát kell tölteni. <síns> <síns> és az, a, az karácsonykor egy nagyon rossz program, <síns> hogy jó. eleve nincs feltöltve, vár a gyerek két órát, és megint vár két órát, tehát ilyet levegyünk le És egyszer vettem Volkitolkit játékboltba, és rossz volt. Így. És akkor még kicsi volt a fiam, és nem. És nem, nem, ne, tehát hogy ezt elmagyarázni karácsonykor a gyereknek, hogy de kisfiam, vissza fogjuk vinni, nem. a Jézuska visszaviszi, nem mi a Jézuska visszaviszi, két, két nap múlva, három nap múlva, jó, és lesz másik, és mindenki boldogan játszott, meg ott meg állt ott szegény a rossz Vokitókiával. Istenem. Tehát nem lehet. És ez, ez de... megint egy ilyen stresszfaktor, tudod, hogy ha valami nem jó. Igen. Vagy és oké, okay, hogy 30 napon belül visszaveszik, de te ott akkor a, borzalmasan nagyon. felsülsz. Borzalmasan. És, és az, az a... Úgyhogy ott azt ráfogtam, a Jézus Jó, de mégis mindig rá lehet fogni. Ez például, ez egy, ez egy feszültség lehet családokban, hogy a, a kihozza az ajándékot. Na igen. De még ott karácsonykor is. Igen. Mert egész évben igazából van, hogy nem beszélnek róla, és van egy meggyőződése mondjuk a nőnek, hogy már pedig a Jézuska hozza. És van a férfinak, nekünk Igen, volt. aki ilyen. agnosztikus. És Igen, ki. de aki azt mondta, hogy szerinte meg a Mikulás hozzá. És azon csodálkoztunk, hogy ezzel, ezzel jöttek el hozzánk, hogy most ezt nem ja, ez volt a ez probléma? Ez volt a probléma, hogy ezt hogyan szerint a gyerekek. Nem, mert már nem voltak annyira picik a gyerekek, tehát ilyen, ilyen három-öt év körüliek voltak, és akkor ez volt a legnagyobb probléma. És azon gondolkoztunk, hogy ha ez, akkor ez, ez a probléma, akkor mi lehet... Ez alatt. De. Tehát, hogy, hogy tényleg, hogy mondjuk meg. Egyébként emlékszem arra, hogy hogy ez az egész karácsonyos történet. Például bennem, nagyon erősen itt visszautalnék arra, hogy mit látunk mi a családunkban, tehát a szüleinknél, vagy mi, hogy töltöttük a gyerekkorunkban a karácsonyt. Én budafoki vagyok, és én annyira emlékszem, Én hogy... is budafoki vagyok, Dorka! Úristen, Nem most mondom. mindenki... De, de Háros utcánál nőttem. Dévinyúti általános iskolába Nem jártam. Is.

de ott laksz még ott, igen, igen. Na nem menjünk bele. Na hát, most úgy vagy, itt kell bemenni. Ugye a akkor... kerület, ami lejt. Ez szerintem meghatározó. És oda soha nem jön fel Egyeseknek a víz. emelkedik, de igen, szerintem igen, 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 Nem jön fel a víz. Igen, hát én, ott én már mindig, kicsi a víz. Igen, javaslát. én mindig ettől féltem, De most az nem tartozik ide, hogy jaj, de jó, mert Budafokot sosem viszi el majd sem az árvíz, nem. mert fönt van, meg nem tudom még mi. Eh, viszont olyan telkek közül választhatsz, amik fölött vagy nagy feszültségű vezeték megy, vagy egy mol vezeték a ház Igen, 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 Ott Rengeteg, igen. Vagy közel van az azbezt De ott van a Mememtó Park, mondjuk abból mindjárt majd összedőlnek szobrok állítólag. Ja, minden, ez a szoborpark, igen, 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 oda vitték ki. Osztja Penkot. Igen, igen, Na, igen. Elnézést Na, igen, 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 És, és uh, hogy, hogy például... De még emlékszem a régi műfházra. Hát, ezt hát persze, a műfház, hát az a mozi volt. Igen. És emlékszem, hogy a, fölvettem azt az egybe szörnyűz, ar, ezüst színű, akkor over -át. Hát a overát, és a bakancsomban a tesómmal, meg a bátyámmal, meg a, meg a szüleimmel elmentünk, elsétáltunk a mozik, Szent Este, meg vissza. Hát az nekem az ilyen több száz kilométernek tűnt. Hát ma már ugye tudom, hogy az alakásunktól volt körülbelül 600 méter. És és az az atmoszféra, amikor nem volt olyan sok minden, amit pedig ne, nekem nagyon-nagyon jó gyerekkorom volt. De mégis ezek a, a nagyszüleim, az a, a nagymamám, a nagypapámnak a a, a velük együtt való ö, karácsonyai ö, volt, vagy karácsonyaink voltak, azok, amik, amik nekem ilyen idealisztikusak voltak, és persze ma már felnőtt fejjel, tudom, hogy ú, ott is mennyi baj lehetett a háttérben, ö, de hogy, hogy hiába van bennem egy ilyen, hogy az milyen szép volt, nyilván gyerekként, nem akartam megfelelni, nem tudatos volt, de hogy nem volt bennem készítés, hogy én mindenképpen olyat, olyan karácsonyt produkáljak. Én vállalom, én nagyon élvezem a karácsonyt, mert három napig zabálunk hol az anyukámnál, hol az édesapámnál, hol pedig a Zsolt mm -hmm. szüleinél, és hogy ebben annyira egyensúly van, és egyszer kérdezte a Zsolt, hogy figyelj, te, te mikor fogsz főzni? Na, ha, ha, ha. És nagyon szeretek főzni, csak az tudom, és ez egy fontos konfliktus elkerülési mód, Mondjuk nálunk nincs ilyen, de hogy a szüleink szeretnek hasznosak lenni. És ezt a hasznosságot érdemes megadni nekik akkor az érzést, hogy számítanak, hogy kell az, hogy ők főzzenek, hogy azt az Pitét csak az anyosom tudja megcsinálni, hogy azt a halászlét, vagy azt a nem tudom, rántott hogy csak az anyukám tudja, mert ettől ők fontosak, uh -huh. és hogyha eb ezen nem megyünk össze azon a karácsonyon, vagy egyiken sem, és én éppen fölteszem a kezem, és csak zabálok, ennek meg lesz a következménye, de mégis az van, hogy mindenki megkapja azt a fontosságot, uh -huh. hogy, hogy, hogy oda megyünk. Igen. És egyébként volt olyan uh, helyzet, ahol olyan pár, akik ö, fiatalok voltak, és náluk az volt a kérdés, hogy hogy lehet megtalálni ezt az egyensúlyt, hogy ne legyen abból feszültség, hogy az egyik nap az egyik szülőhöz megyünk, a másik nap a másik szülőhöz, de mi lesz a harmadik nap, és akkor azt kérdeztük, hogy miért nem maradnak otthon kettő, 26-án. <laughs> és ez így kinyitott egy teljesen új ajtót, és akkor megkapta minden, mind a két fél megkapta azt, hogy egyik, amit szoktam javasolni, hogy kihez menjünk, Szenteste? Először. Hát ja, egyikében ja. az egyik... A másik ja, élben úgy élben a másik, igen, 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 A másik igen, igen, igen. szülőhöz, vagy igen. a másik fél félnek a szüleihez. Uh -huh. Igen, igen. Ez a, de ez a főzés is, hogy... hogy tehát, hogy ugye nekünk ugye három gyerek van, nem tudsz olyat főzni, hogy valaki ne finnyogjon. De mi a, a szűk családban? Vagy... Karácsony, hát, szent este. Szent. A 24 én amikor mi magunk vagyunk, amikor csak öten ünnepel a kis szent család. Hogy, Konzerth. Hogy, tudjuk, hogy mi az, amit mindenki szeret. Spagetti, euh, csilisba, pizza. Használ. De nem, mert ünnepi kaja kell. <suk> de abból meg bizt, ő a, ő a pontyot ne, nem szereti, ő a, 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 kacsát nem, vagy a, a, a üzény, nem úgy, az, az, a gesztenyét, a, nem tudom. Tehát és akkor, már ott voltunk, akkor legyen pizza. I Azt nem lehet, meg karácsonykor nem lehet. De ki mondja? Miért ne lehetne pizza? A feleség. Miért ne lehetne pizza? Nem most Majd... már ő is ezt elengedi. jó. Jaj, jaj. Ő is ezt elengedi. Hogy úgy, mérne... hogy... Hát az a legjobb, Igen. amikor az van, amit szeretnénk. Igen, mindenki. hogy ehhez is úgy ragaszkodunk, hogy a karácsony az valami szuper. Gyerekek, szupernek kell lenni, Igen. Felejthetetlen. De azért, mert közben kiposztolunk minden Igen. szírszar fotót a, a mézes kalácsról, meg a nem tudom miről. E és minden, ez, ez az illúzió, hogy mi jól vagyunk. Hát mi jól vagyunk. És az érzést nem tud kiposztolni. És ezt, azt nem tudod, és olyankor olyan jó, épp valaki tanácsolta, egy podcastet néztem, haha, néztem egy podcast, másik podcastet, nem csak ezt nézem, hogy, hogy 24-én ki szokták kapcsolni a telefont a szülők. És a, a gyerekek még picik nekik nincs. Már engem is fenyegetett ezzel a telenor. Úgyhogy... <gül> <gül> hát ez egy befizetem. jó akció, nem? <laughs> Igen. Tehát karácsonykor sajnos, sajnáljuk. Nem, Igen, meg, hát túl terhet állaz. Túl terhet <laughs> De hogy, hogy egyszerűen annyira bennünk van ez a meg akarjuk mutatni másnak, hogy hmm. mi és nagyon jól vagyunk, és hogy minden frankó, és nagy a szeretet, és, és tényleg neki ezt kapja, hogy ebben, ebben az, a, az a pici elcsendesedés nekem mindig az a, a az egy ilyen nagyon jó érzés, amikor valami ilyen, ilyen smooth jazz, vagy valami ilyen lounge zene szól, és akkor azt érzem, hogy nem látom, meg nincs, én nem, nagyon ritkán csinálok mézes kalácsot, amikor csinálok, akkor azt a gyerekem mind megeszi, tehát még nincs is rá idő, hogy mindenféle díszt tegyek rá, de hogy, hogy ahhoz akkor is érzem a mézes kalácsagot, amikor ezt a zenét betesszük, uh -huh. és hogy egy-egy ilyen aprósággal olyan könnyedén át lehetne túl lehetne élni a karácsonyt, minden feszkó nélkül, és, és kikapcsolt mobillal, és tényleg tegyünk be álropogó tüzet, érted? Á. A, a televízióba van olyan csatorna uh -huh. szerintem, még most is, vagy vagy hát biztos van ahol. Én tudod, milyen lejátszási listát találtam? Sőt, nem is egy, ilyenekkel tele van a, a, a Spotify I Hate Christmas. Jó, olyan, da, olyan dalok. Olyan dalok, tehát nem ez a ez oh, Christmas meg, mutatom, vagy olvasom. Santa's gonna kick your ass. <laughs> Shot my, shot my baby for Christmas. <laughs> Fuck Christmas. <laughs> the jó. night Santa went crazy. Christmas sucks. <laughs> she gave <laughs> me blue balls jó. for Christmas. <laughs> this <laughs> this is is not <laughs> I've got a boner for Christmas. I hate is christmas is <laughs> Ez is egy nagyon nagy baj. Hogy túl vagyunk trigger -elve, Igen. Hogy már másfél hónappal előtte karácsonyfákat Igen. nézegetsz, másfél hónappal előtte hallgatod ezeket a dalokat megállás nélkül. Már december elején ehetsz beéglit. már kimész az adventivásárba, ott borozol, meg feldíszített karácsonyfa, Meg. Tehát, hogy hogy nem abban a három Súl napban bolyat. szembesülsz a karácsonynak a, az élvezetével, a színekkel, az illatokkal, a szagok, fenyő, minden, hanem már másfél hónapja megásnik utolják az arcodba. Hogy abban a, a három napban nem tud megélni azt, nem. hogy jó fenyő illat, mézes kalács, karácsonyi zene, mert ebben élsz másfél hónapja. Ez olyan, mint a nász éjszakád előtt másfél hónappal bárhova mennél, pornót mutatnának. De nem? Meg De. szólna a seló. Tehát, hogy másfél jó, hónapig szólna a seló, bárhova mész, és akkor azt mondják, Mi hogy, jó, hogy na, most van a nagy nap. A teljesen kiég az ember. Viszont ez egy fő, azt a kérdés leti föl, hogy akkor mennyire te tervezzünk előre a karácsonyi dolgok kapcsán, mert most ugye azt mondod, hogy már súlykolnak bennünket hónapokkal az előtt, hogy, vagy mondjuk legalább egy hónappal az hogy karácsony lenne. Már novemberben elindul az agymosás. Ugyanakkor meg a feszkók vagy a konfliktusok elkerülését nagyban segíti, hogyha tervezel. Mm. De hogy tervezni például úgy is érdemes, hogy ahogy az egyik párunknál volt, az jó pár évvel ezelőtt volt, hogy ők megbeszélték, hogy mennyit fognak költeni karácsonykor ajándékokra, kinek mi lesz a dolga abban a három napban, melyik lesz az a nap, amit fenntartanak maguknak, és milyen sorrendben mennek a végig letogatni a családot. És, és annyira tökre fiatalok voltak, és így már akkor néztem rájuk, jóval idősebbként, hogy, hogy ez a fajta tudatosság, ez nagyon ez nagyon szépen ki tudja tolni sokáig, vagy meg tudja őrizni annak a, 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 az ünnepnek a, az atmoszféráját, amit pont elveszítünk ebben az egészben. És és közben egyébként meg az ismén érdekes, hogy azért nem egy párról tudni, ahol, ahol a, a, az ajándékokat, ugye a tő, nő veszi meg többnyire azt is, amit a férfi adna valakinek. Mm -hmm. Tehát a nő elmegy és begyűjtöget mindent, és a férfi tényleg az utolsó fél órára hagyja. Egyébként Igen. én ezt... Mi van még a tesco a polc? Igen, de egyébként én ezt kipróbáltam tavaly, és nagyon jól működött. Hogy minden? Tényleg, a bementem, egyrészt már szinte senki nem volt. Aha. Tehát a, a zárás előtt egy órával nyugi volt, csend volt, és oké, okay, az van, azt nem Igen, most. nem gondolod túl, nem. mert az van. Másrészt meg arról elfeledkezünk, hogy ugye, hogy valójában miről is szól ugye Igen. a karácsony, meg mit ünneplünk karácsonykor, és arra nem triggerelnek minket. Tehát, Egy, hogy lehet, hogy szól a zene, meg a fegyőillat, meg a, a nem tudom mi, de arról nincs szó a plázában, hogy hogy szállást keres, keres a szent család, meg játszol, meg nem tudom, és, és azt az élményt még így nem közhelyesítette el a pláza. Úgyhogy Igen. ilyen Igen. szempontból Igen. ennek körülök, hogy így, tehát hogy így van, van még mit megélni, van Igen. még megélni való ö, karácsonykor, Igen. csak kutatni kell, meg tényleg egy kicsit elcsendesedni. És nálunk egyébként ez, hogy ugye a Jézuska hozza az ajándékot, az egy tökéletes játék, mert idáig kétségem nem volt afelől, hogy a gyerekeim elhiszik, hogy a Jézuska hozza az ajándékot. saját dolgomat egyszerűsítettem azzal, hogy most nem az volt, hogy az angyalkák feldíszítve hozzák a fát, mert <sh currently> ott azt, tehát azt... a sétálni, oui. a ledől aludni egy kicsit, du, si <shul> <shul> és akkor ilyen rohantempóban, feladás hol, <shul> <shul> <recht> hol a nem törik el, csúcsdísz, igen Hanem most már angyalkák meghozzák a fát reggel, és akkor együtt feldíszítjük, az is mekkora közös élmény, és a Jézuska hozza az ajándékot, de szerintem most már azért valószínűleg sejtik? vág. Nem sejtik, szerintem hmm. konkrétan hát, tudják, tudják, hogy nem a Jézuska hozza, de nem szólna. Jaj, Tehát, de hogy, tudod, hogy te szülőként, próbálod velük elhitetni, hogy a Jézuska hozza, ők meg gyerekként próbálják veled elhitetni, hogy ők elhiszik, vagy a Jézuska hozza. és ilyen külcsönös kölcsönös játszmákba megyünk bele, csak azért, hogy az a megszeretett begyakorolt rituálé, amiben otthonosan érezzük munkat mindannyian. Mert a biztonságot ad, így van. Igen igen, 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 Hogy az biztos jól sikerül, hogyha egyébként az a, az Éven, a menet. Hogy rendben. ez egy csillagszóró, csendes, ha, 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 csöngetett az angyalka. Ez is tehát, hogy tudod, hogy hogy fog csöngetni, hogy szólal meg a csendesé. Megnyomod a Lenne a ha mi vagyunk, és akkor apa a Bluetooth-on összepárosítja. De vajon a beton lábazaton átsugázik-e a beton, lábazaton -e a, beton a bluetooth ja hopp, hopp, gyerekek, mintha szaggatva ugyan, de szólna. A ne, nekünk Egyszer volt egy olyan, hogy a, nálunk az volt, amikor uh, kisebbek voltunk, hogy a, a bátyám szakította a hagyományos karácsonyi zenékkel, és nagyon-nagyon jó country zenét hozott be kvázi a gyertyagyújtáshoz, vagy a csillagszoró gyújtáshoz, és eleve nagy zene imádatban éltünk, és, és, olyan jó volt ezt, hogy megélni, hogy mind a mai napig tudom, hogy például Keb Mó, aki egy rendkívül jó zenész, és keresenek rá nyugodtan a nézők, hallgatók. Nos, mi rendszeresen ilyen zenét teszünk be karácsonykor, és, és köze nincs ahhoz a, a, az elcsépeltséghez, ugyanakkor meg olyan atmoszférája van mindennek, de visszatérve arra, ugye ez az egész karácsony, hogy ki hozza a Jézuska, vagy nem, nem, a Jézuska hozza a történetet, az ajándékokat, ez a nyuszinál ugyanígy fönt áll, hogy hogy logisztikailag annyira sok mindent kell, ugye a gyerekek, ahogy nőnek egyre rafkosabbak, és már pontosan átlátnak, hogy ki az, aki hamarabb megmeri lépni azt, hogy elmondja, hogy... Uh -huh. Mert emlékszem, hogy nálunk lebukás volt végül is, és olyan csalódott volt a gyerek uh, nyuszi kapcsán. Látott titeket hogy... osolni ki I a kérdőn. Hát igen, meg, hogy, meg, a meg, a, Mikulásnál is, mert, mert nem volt eléggé kitakarítva a cipője a gyereknek, és mondtam, hogy figyelj, hát így, Tomi, hát így, így nem fog belerakni semmit. És emlékszem, hogy elaludt, azt hittem, hogy elaludt, és én kiosontam, hogy kicsit, kicsit jobban kisubickoljam, hogy látod, Domikám, mégis milyen szép, mert, és kijött pisélni. Oh. És kész. Tehát az össze tört a mécses, vagy eltört a mécses, és onnantól kezdve, nem tudom, volt vagy hét éves, azt már nem lehetett visszaépíteni. Uh -huh. Úgyhogy mi már nyilván szakítottunk ezzel a, a tradícióval, hogy kihozza, hát nem mi hozzuk, de, de igen, ezek is mind-mind szerintem segítenek abban, hogy könnyebben lehessen venni a karácsonyi időszakot. Igen, de amit mondtál, hogy a férfiak, hogy a nők veszik meg azt az ja, ajándékot, ja, ja, is, igen. azt az egy nem tudják megvenni a nők, amit ők kapnak a férfitól. És az... Az, tehát, hogy, Az. hogy amikor én látok ilyen kétségbe esett embereket a plázában, rájuk izzadt kabátban. Sorban. Sorban, sorban. állnak, hogy, hogy mit vegyenek anyának, hogy férfiak, hogy elmondom, elmondom, bemész a plázában, és meg kell nézni, hogy hova áll női sor. Mert azt valószínűleg szeretik a nők. És ez és vagy a triumf, meg... vagy, a... Vagy, vagy Mindjárt mondom, ja, tehát, ja. hogy, hogy a, ha látsz egy nagyon indokolatlanul hosszú. Vagy és, a posta. Nem? És, és nagyon-nagyon és lassan haladó sort, amiben vagy nők állnak, vagy nők állnak a barátnőikkel, vagy nők állnak egy másik ráizatkabátú férfival, és oda benne a boltban, ami nagyon kicsi egyszeres, csak ketten tartózkodhatnak. És az van az ajtó fölé írva, hogy Pandora. Oda kell bemenni. Oda kell bemenni. A kirakatot ne néz, mert olyan apró dolgok vannak, hogy szemüveg nélkül úgy látod, tök mindegy. Bemész 25 ezer, ez a lényeg. 25 ezer, bizbaszokat árulnak. Bizbaszokat árulnak, fényes csillogó bizbaszok. Ékszer, hívhatjuk ékszernek, valójában karkötő meg rávaló bizbaszok. És van ezüst bizbasz, de attól az még bizbasz. Tehát, hogy, de tényleg, és azt kell, ők nem így hívják, ők csármnak hívják. Csárm, csárm, ami magyarul Igen. bizbasz. bizbasz. És olyat kell venni a nőnek, és attól boldog lesz. És aztán, vagy ha nem lesz tőle boldog, vagy másmilyen csármot szeretne, akkor 27-én beállsz ugyanabba a sorba, mert hogy lesznek még más elégedetlen nők, de ezt nem lesz sajnos. Tehát, hogy amire képesek voltak, annak igen a gyöngyhalászok, hogy hat percig kotorásznak lenne a tenger mélyén, hogy a legszebb gyémánt vagy gyöngyöt felhozzák, vagy az aranyások eltűntek fél évre a kanyomban, hogy egy rögel kerüljenek elő, azt most decemberben a Pandorához végig kell állni sajnos férfiak. Tehát ezt nem lehet megúszni. Vér, veríték, könnyek, ezek vezetnek a bizbaszhoz, aminek aztán örül a nő. És nálat te már ilyen bizbaszért? Sorba? Persze, onnan tudom. Onnan tudom. Kétszer is, is... álltam. Kétszer is Tehát is áll. egyszer oda, egyszer vissza. Vissza. És, és mit éreztél, mi, mi futott át az agyadon, amikor álltál előtted, mögötted nők, férfiak, vegyesen? Hát nők. nők, nők, nők és nők. Tehát nők. De, hogy, hogy mit éreztél, hogy annyira kíváncsi vagyok, hogy én azt éreztem, hogy mi a tökömet kell odabent szarakodni, hát én kinéztem interneten, ahol ekkorában látszik ez az ekkorbiz, ott, ott mit nézegesse azt a kis pöttyöt, meg hogy meg igen, fölpró, hát nem tudom, jaj, ezzel az eszközzel ki lehet nyitni, mert amúgy a büdös életbe le nem veszed magadról, csak azzal, hogy csak benyúlsz oda, ezért akkor... és azt nem tudom, hát csak abban még van esetleg, és amit a paradicsommal csinálnak a spárban, azért ugyanazt csinálják ezek, órákig, és hogy mi a nem lehet bemenni, megvenni, és kijönni. Igen, ezt, éreztem, tervezd. ezt éreztem. De hogyha mondjuk mi bemegyünk a, az obiba, Hát megérdemelnétek olyankor, hogy mi fölpróbáltassunk lettek minden fűkaszát. Na tessék, az ezt próbált fel, ezt próbált fel. Jól áll, nem áll jó, jó a méret, nem áll jó a méret. Na tessék, ott van. Nézd meg, hogy a, izé, a tízes anya, hogy megy de a fülbevalóthoz. De, de tényleg ez, ez valahol annyira parodisztikus, nem? Hogy, hogy biztos, hogy kell annak a nőnek ez a bizbasz. Én nem tudom, én úgy érzem, hogy én meghoztam azt az áldozatot, ami megérdemli, tehát hogy maga a bizbasz nem is, az áldozat, áldozat a gondolat azért és végig az áldozat. áldozat. A Igen. És aztán viheted valóban vissza, mert ezért... Nem, ezért... A, a szín jó lett, csak a véret nem, vagy már van olyan, de én azt nem vettem észre. Jó, ja, hogy Ugye, másik. Persze, másik. de beleszaladsz abba, hogy veszel még egyszer ugyanolyan. Ha tavaly már ürült neki, hát akkor... És figyelj, az előző karácsonyi bizbaszokat nem lehetne szintén tombolán kisorsolni? Bármikor. Hát azt nem lehetet, az még kell az a bizbasz, ja, hát az, hogy az ott az... van fölfűzve szépen. Jó, még. de mondjuk van olyan bizbasz, ami már nem kell. Hogy nem. Hát az becsomagod, és tovább ajánlod. Ugye ez a klasszik, ez a, izé, hogy a nyakkendők meg a bombonok igen, járnak igen, körbe a családunk. Nálunk, var... Nálunk van egy üveg vargabor. <laughs> ami így jár körbe, baráti körben. A gyerekek még egy futáson kapták, tehát a gyerekek neveztek siofokat egy futóversenyre, aminek a Varga az egyik fő szponzora, és az én gyerek három gyerekem fut. kapott három üveg Varga amiből kettő elkalódott már ilyen vendégségekbe, de egyet elvittünk egy barátunkhoz, nyilván nem ittuk meg olyan okokból, amiket most nem részleteznék, és a következő vendégsöbő visszahozta szánt szándékkal ugyanazt az üvegvargabort, és most el fogjuk kezdeni vezetni a címkén azt, hogy mikor kinézve a, Jó, ilyen a dát, Vargabor, munkat persze, munkat. ilyen. Hát ez zseniális. Vándor, vándor. Vándor, Igen, igen. Tehát ezt felvállaltan, azt a Vargabort <laughs> megkirándultatjuk, mint az amerikai <laughs> csodálatos életében a törpét. Egyébként mi lenne, ha nyáron lenne karácsony? Tehát, hogy mert, Szerintem ez is hozzájárul ehhez a depresszióhoz, hogy össze vagyunk zárva, és ként hideg van, és már négykor sötét. Én nem tudom, hogy Ausztráliában milyenek ezek a karácsonyok. Nyáron. Hát azt tudom, hogy Argentinában ő hűtőben éven. tartják a gyertyát, hogy ne olvadjon meg addig, amíg meg nem gyújtják. ez csodálatos lehet. De biztos más hangulata van egy nyári karácsonynak. Hát ez csak én fú, én nagyon, nagyon adnám. Csak akkor azért... Gyerekek, gyertek ki a vízből, mindjárt a Jézuska. <sínt> <sínt> Jó, mondjuk azért azért izzadnál a melegben sorban állás közben, mert eleve meleg van, nem, <laughs> nem, pedig a, a bevásárló központnak a fűtőrendszere Igen. tart melegen, meg a, előtted mögötted állónak a, a És még egy dolog, hogy milyen érdekes, ugye, hogy össze vagyunk zárva otthon, és hogy így ösztönösen menekülünk ebből a helyzetből, Igen. és akkor rögtön el Igen. kell menni wellness hotelbe. Két ünnep között. Igen. Sőt, már a karácsonyt Igen. is ott kell ünnepelni, hogy inkább a hotel rakja elénk a készmerült, meg a készprogramot, meg nem tudom. Én és sok, is sok idegen akart. emberrel tudsz együtt karácsonyozni. Gyakorlatilag, Igen. mert lemész a Medan és ott akkor az van, hogy a mindenki, tehát tömeg, tömeg van és nem tudsz egyszerűen csendben lenni. Nekem ez ne... is, valószínűleg ezek az emberek nem is, is várják. a csendet. Igen, 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 tehát igen, nehogy, igen. nehogy ott valami olyan helyzet alakuljon ki, amiben kiderül, igen, hogy valami igen, valami igen. nem oké. Én érdekes egyébként még ez, a, ez az ilyen wellness hotelezés is valahol így, a, nem tudom én, a, ez is valahogy így a bibliai hagyományokból jön egyenesen, mert ugye József és Mária is úgy kötöttek ki az Istel, hogy nem kaptak helyet a szálláson, és te is ülsz a booking.com előtt, 23-án, és látod. Semmit. Viszont tervezzünk előre. Ja, hát és igen. már nyáron foglaljuk le, a, vagy akár volt olyan, hogy mi januárban foglaltuk le az eldugott kis faluban azt a kis házikót, ahova december mm -hmm. 30-án levonultunk, és másodikáig az sem hmm. jöttünk. És akkor ez annyira megnyugtató, hogy abban sincsen feszkó. Mint ahogy egyébként azt is érdemes elmondani a szüleinknek, hogy mikor jövünk, és, és, és mennyit maradunk. Ó, igen. Mert hogy az sem mindegy, hogy egy óra, két óra, vagy egész este, és hogy a két szülő, vagy a három szülő, négy szülő, attól függ, hogy éppen mennyire mozaik családról beszélünk. Az egy külön téma egyébként, hogy, hogy ott hogy lehet elkerülni a konfliktust. És pont most olvastam idefele jövet, hogy egy, egy víró mondta hogy ő azt tanácsolta, vagy azt látta az ügyfelein, hogy annál volt a karácsony, ugye elvált szülőknél, aki dominánsabb szülő volt, tehát annak a szüleinél volt a karácsony, de nyilván a gyerek, gyereket ilyenkor érdemes szem előtt tartani, uh -huh. és azért úgy egyensúlyba hozni az egészet, de én azt javaslom a kedves nézőknek, hogy ne görcsöljenek rá, tartsanak valami anyagi keretet, beszéljék meg, hogy kinek mi a dolga, és hogy fognak-e főzni, vagy sem. Mm -hmm. És ha fognak, akkor ahhoz kell-e a férfinek a darált, nem tudom, mit együtt ott mókolni, vagy nem. Mert és mindezt egy... lehetőleg már októberben kezdjük el tervezni. Előtte egy évvel, Pff. októberben igen. szerintem. Tehát minden karácsony előtt egy évvel kezdjük el tervezni. Mm -hmm. Hát szerintem akkor. Ki, 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 Nekünk jó. Lesz. Igen, 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 Nekünk igen. Jó lesz. igen. Lehet, hogy én most már várom is. <laughs> akkor nyomjunk már be egy ilyen jó kis ami egy -e Én, jó country Jó countrét, igen, amivel felettetjük ezt a igen, nyomort, amit igen, igen. Az új évi ö, ö, sírámainkról nem fogunk tudni beszélni, mert addig már nem találkozunk. Ö, viszont szerintem most is tudtunk hasznos tippeket adni. Köszönöm szépen Gönci Én Dorkának, is is akinek munkatársas és vállottársas című produkcióját ezeken a címeken, hogy munkatársas és vállottársas találjátok meg a, 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 Facebookon, jó magamra pedig a dumoszínházhu tudtok esetleg venni, ha menekülnétek a családotoktól, hogy nem hozzátok, nem hozzátok el. Nem igen, ajándékozatok élményt. Hát most már későn szólok, basszus, de karácsonykor ajándékozatok élményt, de talán még nem késő és Kacagjunk egyet. Köszönjük szépen, sziasztok. Köszönjük.